Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Debrecenben bővíti az önvezetési megoldásokkal foglalkozó szoftverfejlesztési hálózatát a Continental. Ez azt jelenti, hogy mesterséges intelligenciával támogatott vezetéstámogató és automatizált rendszerek tervezésén, megvalósításán fog dolgozni a Continental szoftverfejlesztői debreceni csapata. Ezzel 40 munkahelyet hoznak létre. Köszöntöm a stúdióban Lóránd Balást, a Continental Autonomous Mobility Hungary vezetőjét. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam a hívásunkat. Köszönöm szépen. Hát először is gratulálunk és köszönjük, hogy Debrecenbe jönnek, és újabb 40 munkahely. De ez egy olyan terület, amely merőben más, mint amiről korábban beszéltünk. De korábban beszéltünk fizikailag gyárról, amiben termelni fognak. Sok területről beszéltünk, SSC fejlesztési területekről, de ez egy teljesen más dolog, amikor arról beszélünk, hogy mesterséget és intelligencia. De még mielőtt erről beszélgetni, Continental. Ugye ez a névvel ma már Vitesco-ként ismerjük, jelen vannak a városban, vagy mégsem, vagy ez ugyanaz a cégcsoport? Alapvetően a sztori úgy indult, hogy a Continental létrehozott egy gyáregységet itt Debrecenben, és ez a Continental részeként indult, majd pedig egy globális döntésnek az eredményeképpen ezt a cégcsoport kiszervezte egy önálló jogi entitásba, és ez ki is került a cégcsoportból, egy új nevet kapott, ez a Vitesco, és alapvetően innentől kezdve tőlünk teljesen függetlenül működik. Tehát a Continental nyitotta az útjára ezt a történetet, de most már a Continentaltól függetlenül működik a Vitesco. És akkor a Continental ismét megérkezett Debrecenbe, és mondta, tehát lesz Continental a városban. Na nézzük is, mit jelent pontosan az, amivel önök foglalkoznak? Mi konkrétan azzal foglalkozunk, hogy a neurális hálók felhasználásával olyan szoftver megoldásokat hozzunk létre, amelyeket a különböző gépjárművekbe, autókba, terrautókba tudunk beletenni, és ezek az algoritmusok azért felelnek, hogy a mesterséges intelligencia alapon a számítógép hogyan tudja a jármű körötti környezetet érzékelni, különböző elemeit feldolgozni, akár észrevenni egy gyalogost, egy sávot, egy másik autót, egy másik terrautót, és azt utána be is sorolni különböző kategóriákba, hogy milyen típusú járműről van szó, hiszen hogyha az önvezetésbe gondolkodunk, vagy előtte még a fejlett vezetéstámogató megoldásokba gondolkodunk, ugye minden azzal indul, hogy vajon látjuk-e, hogy mi van körülöttünk a környezetben. Ugye egy sofőr is, amikor belül az autóba, ki akarunk parkolni, ki akarunk kanyarodni egy útra, akkor első körben látnunk kell a környezetet, tudnunk kell, hogy ki honnan jön, mekkora sebességgel jön, stb. Ott rengeteg minden lefut az emberi agyba, mielőtt az ember rálép a gázpedálra. Ehhez rengeteg információt gyűjt be az emberi agy. Mi ugyanezt a számítógép segítségével végezzük el, azért, mert azt gondoljuk, hogy ezekkel a megoldásokkal egy sokkal biztonságosabb közlekedés felé tudunk lépéseket tenni. Ugye szokták mondani, hogy az a legnagyobb, legtöbb problémát okozó alkatrész az autónak az maga a sofőr. Rossz döntésekkel okozza a balesetet, és nagyon sok baleset van, tehát éves szinten Magyarországon is hát több százan vesztik életüket, és ezek a megoldások mind válaszok arra, hogy minél kevesebben szenvedjenek balesetet. Na most, ezt most hétköznapi nyelvről lefordítom, amiről az előbb beszélgettünk. Melyek ezek a úgynevezett vezetés támogató elemek? Mi volt például az első? Az első ilyen történetünk az onnan kezdődik, hogy például a távolságtartó tempomat értékesítése, mint vezetést támogató funkció, amely ugye arra épül, hogy biztonságosan tudjunk például nagyobb sebességnél autópályán közlekedni, de akár gondoltunk egy vészfékasszisztensre, amivel szintén foglalkozunk, de akár gondoltunk olyan parkolás segítő megoldásokra, amiben most kevésbé érzékeljük a biztonságkritikusságot, sokkal inkább a kényelmi funkciónak gondoljuk a parkolást, miközben számos baleset egyébként született abból is, hogy valaki úgy parkol, hogy nem néz körbe, és akár egy kisgyermek kiszalad az autó mögé, nem veszük észre, és abból is katasztrófa lehet. Ugye az önök a parkolás is azért alapvetően ide sorolható, és ugye minden ilyen megoldás különböző algoritmusokra épül fel, és ezek az algoritmusokkal foglalkozunk mi. És ez azt jelenti, hogy Debrecenben is azok a fejlesztők, akik itt lesznek, valami olyan fognak dolgozni, ami később majd az utakon jön, megy. Abszolút erről van szó. Ugye, amit még ehhez hozzá kell tennem, hogy ez egy globális cégcsoportnak egy globális szervezeti egysége, üzleti területe,
amely azt is jelenti, hogy mi dolgozunk együtt kollégákkal Németországba, Romániába, Indiába, Mexikóba, stb. És ezeket a megoldásokat alapvetően közösen rakjuk össze, és hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy különböző kollégák különböző helyszíneken dolgoznak, különböző időzónákban dolgoznak, különböző kultúrák mentén dolgoznak, de mégis a végén összeáll egy olyan megoldás, amit a 10 legnagyobb autógyártó számára értékesítünk. Ugye mi abban hiszünk, hogy ezeket a megoldásokat úgy kell kivinni az utakra, hogy ne csak a legdrágább autókból legyen elérhető, hanem minél inkább tömegesen elérhető legyen olcsóbb autókban is, hiszen ha egy-egy autóban van csak benne, akkor az kevéssé fogja tudni a baleseteknek a számát leszorítani. Ha nagyon sok autóban benne van tömegesen, akkor sokkal nem az esély arra, hogy ezeket a baleseteket meg tudjuk akadályozni. Mondjuk ez a cél, mert itt csökken mondjuk a halálesetek, vagy a balesetek száma. Igen. Na most nagyon érdekes, hogy fogalmazott, hogy elegészen addig gondolkodnak, hogy majd egyszer csak önvezető gépjárművekről beszélgessünk. Ugye ezek most részelemek, tehát az adaptív tempomat is egy nagyon hasznos dolog. Ilyen közel van kézzelfogható az a jövő, amikor majd önvezető autókról tudunk beszélni, hiszen azért már van egy-kettő teszt. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és erre azért nem fog tudni egy-egybe egyértelmű választ adni. Mi azt látjuk, hogy azok a megoldások, amik elvezetnek különböző szintű önvezetéshez, akár ez a második, harmadik, negyedik szint, amiken mi is dolgozunk, ezek az elkövetkező években azért ott lesznek a különböző autókban. Most is már ott vannak bizonyos nagyon drága a modellekben. De az, hogy egy 4-5-ös szintű önvezetés, tehát amikor már úgy azt mondhatjuk, hogy kvázi a sofőr tényleg csinálhatna mást is a vezetés helyett az autóba, azért ez még egy hosszabb perspektívát látunk magunk előtt, és ez azt is jelenti, hogy még nekünk nagyon sokat kell dolgozni ezen a különböző csapatokkal. 40 munkahely, milyen munkavállalókat keresnek, kiket keresnek? Alapvetően szoftverfejlesztőket keresünk. Egyrészt a mesterséges intelligencia alapú fejlesztéshez szükséges adatok előkészítését, feldolgozását, támogató rendszerek, keretrendszereknek a fejlesztését végző kollégákat keresünk. Másrészt pedig beágyazott fejlesztőket keresünk, akik a Continental által gyártott különböző szenzor termékeken futó szoftvereknek a végső formáját, végső kódját segítik előállítani. Olyan embereket keresünk, akik szívesen vesznek részt alkotó folyamatokba, itt rengeteg új megoldásról beszélünk. Úgyhogy kevésbé van szó arról, hogy egy régi kódot kell finomhangolni, sokkal inkább arról van szó, hogy különböző új kódokat kell összetenni. És ebbe a folyamatban azt olyan embereket szeretnénk együtt dolgozni, akik hajlandóak minél felelősséget is vállalni a különböző folyamatokban, hiszen az a célunk, hogy minél több felelősség tudjon idejönni Magyarországra. Ez azt jelenti, hogy nem csak jó informatikusnak kell, hanem kellőképpen kreatívnak is az embernek. Abszolút, abszolút, igen. Tehát a kreativitás az nálunk nagyon fontos, és próbálunk is arra teret adni, hogy akiben van ilyen fajta kreativitás, annak legyen arra lehetősége, hogy ezt minél jobban ki tudja bontakoztatni magába. Vannak olyan csapataink például, akik ugye azzal foglalkoznak, hogy a tudományba megjelenő kutatási eredményeket hogy lehet áthozni az iparba, és ők például különböző kutatási anyagokat olvasnak végig. És nagyon érdekes, hogy a képfeldolgozó algoritmusok, amik akár egy orvostudományban megjelennek, azok mennyire hasonló módon tudnak hasznosak lenni akár egy közlekedési szituáció feldolgozásába is. Egészen elképesztő. És ugye ennek terén együttműködési megállapodást kötöttek a Debreceni Egyetemmel. Mi célba? Alapvetően a csapatok létrehozásán, illetve a teljes telepítési döntés meghozatalán nagyon fontos tényező volt az, hogy milyen az egyetemi háttér. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon nagyon erős tehetségek vannak, állnak rendelkezésre a munkaerőpiacon, és sok ilyen embert találtunk meg az elmúlt években. És ahhoz, hogy ez az egyetemi képzés ugye minél inkább tudja szolgálni az ipar érdekeit, és most nem csak a Continentalról beszélek, hiszen nagyon sok cég számára nyújt az egyetem nagyon-nagyon jó embereket, ezért egyrészt a képzésben szeretnénk megjelenni, különböző oktatási formákban, akár egy előadás megtartásával, egy kurzusnak a felvállásával, illetve ezen kívül pedig, amit szeretnénk, hogy közös kutatási projektet indítani, olyan témákban, ami nem a szűken kapcsolódik a mi fő tevékenységünkhöz, de azt látjuk, hogy az elkövetkező években annak is egy elég erős hasznosság lesz. És ilyen típusú megállapotásaink vannak, ilyen típusú kutatásokat folytatunk más intézményekkel is, és azt gondoljuk, hogy ezt szeretnénk elindítani a Debreceni Egyetemben is. És akkor a legvégén egy nagyon rövid kérdés, nagyon rövid válasz. Mikor nyílik az iroda, mikortól dolgoznak?
A kollégák már elkezdtek dolgozni, tehát 7 embert már megtaláltunk Debrecenben, úgyhogy tulajdonképpen az elmúlt hónapokban ez már így elindult, és alapvetően első körben nem fizikai irodáról beszélünk, hanem távmunkában dolgoznak kollégák, amihez mi hozzá fogunk adni egy közösségi irodateret, egy úgynevezett coworking space-t, ahol tudunk egymással találkozni, ők is tudnak egymással találkozni, és amint elérjük a kritikus mennyiségét az itt lévő kollégáknak, akkor onnantól kezdve saját önálló irodába gondolkodunk. Sok sikert kívánok, hogy találják meg minél hamarabb a munkatársaikat, és hát minél jobb termékeket készítsenek, fejlesztenek itt, akár Debrecenben, ami nagyon sok ezer ember életét megmentheti. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget.